Szia! Hello! Mi tetszett a legjobban az egyetemen? Hogy volt akrobatika óra. Mi nem tetszett? Hogy már nincs akrobatika óra. Mit változtatnál az egyetemen? Hát, tennék egy kantint ide az egyetemre, nekünk. Mik a terveid az elkövetkezendő 5 évre? Hát államvizsga, és utána szeretnék színész lenni. Ki vagy te? Írd le magad pár mondatban. Bondár Tibor. Nem vagyok túl magas, nem vagyok túl alacsony. Hát... valójában minden látszik rajtam. Jól van. Ki szeretnél lenni, és mit változtatnál meg magadon? Hát egy picit azért lennék magasabb, és szeretnék még vagy 15 kilót felszedni, és szeretnék jobban gitározni. Három erényed és három hátrányod? Hát azért elég okos vagyok, és gyors, meg... na, meg jóképű. Igen. Az nincs. Hátrányom az nincs. Melyik a kedvenc replikád? A búza vonat? Igen. Nem. Úgy van! Ez. Melyik az a kérdés, amelyet legtöbbször raktak fel neked az egyetem során? Te ezt elhitted, amit csináltál? Melyik a legszebb élményed az egyetemmel? Kati nénivel énekeltünk, és elénekeltem az egyik dalt, de úgy, hogy elejétől végéig semmi bemelegítés, és minden hang ott volt a helyén, ahol kellett legyen, és meg is dicsért. Hogyha visszatérhetnél első évre, mit változtatnál meg? Talán semmit. Egy kicsit többet dolgoznék. Mi az üzeneted az elkövetkezendő generációnak és a nézőknek akár? Hát most nem ugyanaz. Hát, hogy dolgozzanak többet. Uh-huh. És mi az üzeneted a tanároknak, vagy tanács? Ők is. Jó. Köszönöm. Én köszönöm. Most menjek át. Igen.